az elmúlt 27 év alatt ezeket a nagyobb kiállításokon elért díjakat nyertem. Tehát egy korróziavédelmi eljárás következik. Kérem, figyeljenek, egy filmriportot látnak. Tehát műgazdasági felhasználásra felkínálom az általam kidolgozott korrózióvédelmi rendszert, amely az önhordó karosszériás járműveknek a szerkezetének a megóvására szolgál. Az éves korróziós kár összege meghaladja 1,5 milliárd forintot. Verlin Géza találmánya. 1979-ben lett szabadalmazva, de már ezzel előtte foglalkoztam. És javasoltam, hogy szereljük be a járművekbe, valamennyibe. Mennyi ideig volt benned? Ez késő tavaszig, májusig volt bent, akkor vizsgáltuk meg, tapasztalataink nagyon jók voltak. A korrózióvédelem az, ami korrózióvédelem hiánya, az, ami azt teszi szükségessé, hogy az autóbuszok felújításra jöjjenek. A járművek korróziója az tervezési hiba. Innen indulunk. Tehát az, mi ezt egy szellőztetéssel tulajdonképpen torlónyomást hozunk létre, és az összes zárt szelvényt, ahol elektrolit, mert az a legfőbb ellensége az autónak, az elektroliteknek a kiszárítását végezzük. Ezt vagy túlnyomással, vagy negatív nyomással. Szóval vannak epigondjai. Igen. Van módja egyébként egy szabadalmasnak eljárni az epigonokkal szemben? Van, de csak polgári peres úton. Ezt viszont önnek kell kezdeményezni. Igen. És igazolni. Tehát ez nem rendőrségi ügy. Szabadalmaknak van egy leírása, és a leírás végén van egy összefoglaló rész, amit úgy hívunk, hogy szabadalmi igénypontok, aminek a tartalma megmondja azt, hogy valaki mire kap szabadalmat. Hát abban le vannak írva azok a jellemzők, ami jellemzőket, ha valaki megvalósít, akkor szabadalmat vitorol. Szóval gyakorlatilag a német autóipar úgy vette használatba az egészet, mintha ez egy közkincsé vált volna már. Ha akárkitől behajtok akármennyit, akkor likvidálva leszek egy átutazó afgánnal. Tényleg nem ártana, ha Fischer úr szavait komolyan vennék, és elmennének megnézni, hogy mi az, amit gyárthatnak, és mi az, ami viszont lopásnak számít, mert ez sem az OTH, sem a magyar törvények nem engedik meg. A téma gyakorlatilag a tengerészetnél kezdődött, és a halálig tart. Erre itt nincs szükség, de tényleg nincs szükség, mert itt nincs már megrendelés semmire. ...1991-től évi 6 betörést átlagban, kazánház ajtaját keretestől is elvitték. És háromszori felgyújtás után még nem készült jegyzőkönyv.